Mind a ketten egészségügyi problémák miatt kerültünk ebbe a helyzetbe, önhibánkon kívül. Lassan két éve, több mint két éve tart az a dolog. És már igazából nem tudtunk, hogy hova forduljunk, hogy mi lehet a megoldás. Már ott tartunk, hogy a házunk veszélyben van, valamint a mindennapi megélhetés is problémát okoz, tehát így, hogy nem dolgozunk. Ezt mondja Viktória, aki végső elkeseredésében írt levelet szerkesztőségünknek. A Pest megyei Felső-Pakonyban 6 évvel ezelőtt építették a házukat, amire hitelt vettek fel. Egészen addig tudták törleszteni, amíg meg nem történt a baj. Több mint két éve leukémiát diagnosztizáltak nálam, és egy ideig elég jó karba is tudtuk tartani, úgymond. Tehát szedtem a gyógyszereket, mellette tudtam dolgozni. A feleségemet azt két hónapja műtötték, a gerincének a belsejéből egy tallócisztát műtöttek ki. A feleség még lábadozik, semmit nem emelhet, és még nem tudni, mikor állhat újra munkába. Nem csak a hiteleket nem tudják fizetni, de a közüzemi számlákat sem. A gáz az egyáltalán nem működik, ugye kikötés alatt van. A vízszámla az olyan 100 000 forint körül, valamint a villanynak a költségei. Egy héten kétszer-háromszor járok a professzorasszonyhoz, és hát tulajdonképpen maga az, hogy innen beutazunk, ugye vonatjegy, buszjegy, egy-egy beutazás is 1500-2000 forintba kerül. A vállalkozónál dolgoztam majd 4 évig, és hát ott nem voltam bejelentve, mert hát nem jelentett be. Na de viszont dolgozni kellett, dolgoztam. A családnak a feleség táppénze az egyetlen bevételi forrása, és az a minimális segítség, amit a nagymamák szerény nyugdíjukból juttatnak. Az átlagban olyan 45 000 forint körül van, valamint a családi pótlék összege a két gyerekre, de ahhoz én nem tudok hozzájutni, mert számlára utaltatom, és azt az OTP, a lakás törlesztésben egy az egybe le is emeli. Veszünk egy gázpalackot, ugye, hogy legalább a főzés, meg a fürdés, ez a melegítés, ugye most a meleg víz sem megoldott, hogy azt tudjuk fedezni, és akkor amit tudunk gyógyszert, azt kiváltunk, amit nem, azt nem, és a többit azt élelmiszerre fordítjuk, ami marad. Tehát a két gyermek az ingyenes étkezésben részesülnek. Mellette kaptunk egy ilyen egy évig belepótolnak a számlába 5300 forintot belepótol a polgármesteri hivatal. Biztos, hogy vagy a házat, vagy a valamit lépni fog a bank, és ez szerintem ilyen napok hete kérdése. A gyerekek egyelőre vidáman játszanak az udvaron, csak olykor szembesülnek a nehézségekkel. Épp a múlt hónapban lett volna egy kirándulás, ami ugye 3700 forint volt, és egy 8 éves kislánynak elég nehéz megmagyarázni azt, hogy most erre nem tudjuk elengedni. A legrosszabb következményekben nem is akarunk bele gondolni, mert akkor teljesen az ember elveszíti a hitét abba, hogy valaha is jobb lesz. A férj szerint nem tudni, mennyi ideig maradhatnak a házban, és azt sem, hogy mi lehet számukra a megoldás.